Tisztelt egyetemi polgárok, kedves hallgatók, oktatók és munkatársaim! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szent István Egyetem 2019-2020-as tanévének végéhez érve. Különös tanévet zárunk most, rendhagyó módon, egy virtuális tanévzáró keretében. Kicsit több, mint 3 hónapja annak, hogy egy teljesen új életrendet kellett kialakítanunk és bevezetnünk. Napra készen követtük a kormány rendelkezéseit, azoknak megfelelően először felfüggesztettünk mindenfajta mobilitási tevékenységet, majd a különböző rendezvények, programok, konferenciák megszervezését is. A személyes részvétellel történő oktatás beszüntetésével egyetemünk is a virtuális világba kényszerült, új ismeretátadási eszközök arzenáját kezdte használni. Oktató kollégáimmal együtt különböző alkalmazásokat választottunk a kurzusok megtartásához, az órai feladatokat beadandók váltották fel. Mindannyian kipróbálhattunk újító és alkalmazkodó képességünket. Távolléti oktatásban zajlott a tanítás és a tanulás. Az elmúlt hónapokban nem arról beszéltünk, hogy hány kontinensről érkeztek hozzánk hallgatók, hanem arról, hogy hány világrészen kapcsolódnak diákjaink az online oktatásunkhoz. A vizsgaidőszakot az egyetem változatlanul az online térben bonyolította le, melyek alól kizárólag az áróvizsgák képeztek kivételt, melyeken a Magyarország határain belül tartózkodó hallgatók személyesen vettek részt. A kampuszainkra a záróvizsgák idejére visszatérő végzéseink kicsit megidézték korábbi mozgalmas életünket, oldották az egyetem épületeinek falai között ülő csendet, amely heteken át nyomasztóan hatott mindannyiunkra. Ma már elmondhatjuk, hogy sikerrel vettük az online oktatásra történő átállás akadályait. Az egész egyetemi közösség, az oktatók, hallgatók és az adminisztratív munkatársak eredményesen küzdöttek meg ezzel a korábban elképzelhetetlen élethelyzettel. Összetartottak és segítették egymást. Erősítették a Szent István Egyetemhez való tartozás érzését és a köztünk lévő köteléket. Szeretnék minden egyetemi polgárnak köszönetet mondani, hogy ebben a rendkívüli időszakban is helyt álltak. Meggyőződésem, hogy ez a periódus egy rendkívüli tanulási folyamat része volt, és a távolléti oktatás a jövőben is nagy jelentőségű lesz. De az is bebizonyosodott, hogy a graduális képzés nem nélkülözheti a tanár egyéniségek közvetlen tudás és tapasztalat átadását a hallgatók számára. Különös tanévet zárunk, különös módon. Minden egyetemista életében fontos pillanat, hiszen lezárul életük egy szakasza, amikor az eredménye záróvizsga után méltókká válnak arra, hogy egyetemet végzett, felnőtt emberként hazánk értelmiségi polgárai körébe lépjenek. A nyár beköszöntével, hogy a földjeinken, hogy egyetemünkön is újabb betakarításhoz érkeztünk. Intézményünk diplomák százait adja ki, nem megszokott módon és formában ezekben a napokban. Büszkék vagyunk a kiművelt emberfőkre, munkák legértékesebb produktumaira, végzett hallgatóinkra, akiknek ezúton is szívből gratulálok a szép eredményhez. De ne csak a baljós időszak alatti helytállást jegyezzük fel a tanév krónikájában. Egyetemünk és hallgatóink bőségesen értek el olyan sikereket, amelyek nemzetközi érdeklődésre is számot tartottak. Oktatói és kutatói teljesítményünket egyaránt kifejezi, hogy 50 helyet javítottunk a felsőoktatási tevékenységet minősítő brit Quaccarelli-Simons márciusban megjelent szakterületi rangsorán, így bekerültünk az első 200 egyetem közé. A Quaccarelli-Simons június 10-én közzétett 2021-es QS Working University Rankings ranglista sorrendjét 93 ország 1604 felsőoktatási intézményének teljesítménye alapján állították fel. Magyarországról összesen 8 egyetem került a világ legjobb 1000 egyeteme közé. A Szegedi Tudományegyetem, a Debreceni Egyetem, az ELTE és a Pécsi Tudományegyetem után az 5. legjobb magyar eredmény a Szent István Egyetem érte el. Természetesen nem tudhatjuk, mit hoz a holnap, milyen idők következnek, de egy biztos. Mindannyiunknak hittel és meggyőződéssel becsületesen kell tenni a dolgunkat, személyes és közösségi feladatainkat. Úgy gondolom, és bízom benne, hogy a helyes hozzáállás nagy és jó változásokat hozhat életünkbe.
ezekkel a gondolatokkal bocsátom útjukra végzett hallgatóinkat. Sikeres szakmai pályafutást és magánéletükben sok örömet kívánva. Munkatársaimnak kellemes nyári pihenést, feltöltődést és erőgyűjtést kívánok az előttünk álló feladatokhoz. Ezzel a Szent István Egyetem 2019-2020-as tanévét bezárom. Találkozunk szeptemberben!